jelenlétben. Folyamatosan érkeznek az adományok a baptista szeretett szolgálat fenntartásában lévő pécsi Cserepka iskolába. A segélyszervezet a városban 6 gyűjtőpontot nyitott az Ukrajnából menekülők megsegítésére, melyek közül az egyik ez az intézmény. Az a jelentősége ennek, hogy rögtön az elején gyűjtőpontként adományokat fogadni, hogy akik hirtelen egyik pillanatról a másikra kellett, hogy elmeneküljenek, már kezdet-kezdetén is megkaphassák azt a támogatást. Mert hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nagy készülődésre, halogatásra nincsen lehetőség, nincsen idő. Szokták is azt mondani, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Ez ilyenkor hatványozottabban jelentkezik és érvényesül. A baptista szeretett szolgálat az elsők között kezdett segítségnyújtásba. Ezúttal azonban más termékekre van szükség, mint ahogy megszoktuk egy-egy adománygyűjtő felhívás kapcsán. Konzervek, amiket azonnal kivontva tudnak fogyasztani, olyan tartós tésztafélék, kenyérfélék, amiket szintén kivontva azonnal tudnak fogyasztani, illetve kis energiaszeletek, kis csokoládék, hogy kisgyerekeknek is azért jusson ezekből, valamint takarók, matracok, párnák, nem tolpárnák, hanem természetesen csak olyan, ami újra kimosható és hasznosítható, mert hogy allergia miatt ugye ezeket nem lehet a párnákat, tolpárnákat, pelenka, WC papír, nedves törlőkendő, intim betétek. Az iskola március 4-ére rendkívüli gyűjtési akciót hirdetett. Nem csak az iskola tagjaitól várjuk az adományokat, hanem külső személyektől is. Tehát a környékben élőktől, a pécsiektől, a környékbeli falvaktól bárki hozhat adományokat, bárki hozhat tartós élelmiszert, pelenkát és olyan étkezést, amit gyakorlatilag azonnal el tudnak fogyasztani, és tartós élelmiszer. Várunk még plédeket, matracokat. A gyűjtési akció szombaton 9 és 12 óra között lesz, de hétköznap is várják az adományokat, melyek javarészt Tiszabecsre kerülnek. Az ENSZ becslései szerint akár 4 millió ember is elhagyhatja Ukrajnát az orosz támadás miatt, közülük pedig sokan hazánkban vagy azon keresztül igyekeznek menedéket találni.